Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól. Július 18-ára, 19-ére és 20-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok, a bolygók, a nap és a hold között. De vannak más jógák is, mint például az ujjaink jógája. És mutatok egy újabb gyakorlatot, ami segít szívbetegségeknél, vagy érrendszeri betegségeknél. Tedd össze így a kezedet, és hajtsd így be, nyomd össze. Ebben a pillanatban lélegezz be, utána engedd el, és lélegezz ki. Tehát mutatom a gyakorlatot. Utána fordítsd meg a kezedet, és ugyanígy lélegezz. Miután ezt a gyakorlatot pár percig elkészítetted, engedd el a kezedet és tedd a szívedre. Ennek van egy megnyugtató és gyógyító hatása, különösen szívbetegségeknél. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A hold, azaz Uttarapatra holdházban van. Ez a holdház azt jelenti, hogy tisztítsd a gondolataidat, tisztítsd az érzelmeidet. Tehát ne negatív gondolatok legyenek, mint például ez úgy sem sikerül, hanem változtass ezeken a gondolatokon. Legyenek pozitív gondolatok, mint például igen, minden sikerül. És ügyelj az érzelmeidre is. Lépj ki a negatív érzelmekből, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, és éld a pozitív érzelmeket, a bizalom, a hit, a szeretet. És akkor így javulni fog a helyzet. A férfiak a napokban kimutatják az érzelmeiket. Lehet, hogy vannak pillanatok, amikor valamit eltúloznak. És mi hölgyek elvárjuk ezt, hogy ők érzelmekről beszéljenek. Itt tisztázódik a napokban valami, nem csak ami a párkapcsolatot illeti, hanem a munkát, a hivatást, vagy bizonyos hivatalos dolgokat is. Tehát tisztázódni fog valami. 20-án Plutó bolygó és a nap szemben áll. Itt tükröződik valami. Plutó bolygó jelenti a belső erőnket. A nap megvilágít valamit, tehát itt kellenek bizonyos célok, kell, hogy tisztázódjon valami. Persze a nap az jelentheti a politikai eseményeket is. Minden most úgy rendeződik, vagy így, vagy nem így, tehát nincsenek itt mellékutak, hanem lesznek konkrét, fontos döntések, ami bennünket illet, tehát a hétköznapjainkat, az a fontos, hogy meglegyen a belső erő, és hogy tisztán lássunk valamit, tisztázzunk valamit a környezetünkben. Plutó bolygó uralkodik a szexuális témák felett is, az is lehet, hogy a párkapcsolatban ez lesz most a napokban a központi téma. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!